1525. The subject of today's discussion was the way out of the present crisis. What is your view of the future? What is the way out of the crisis? Nem a lehetséges, a szükséges, a mindenáron szükséges kiutakról kell beszélnünk. És ez három dolog lehet. Egy gazdasági kibontakozási folyamat, amelyik lehetővé teszi azt, hogy még 10 év múlva is európai államnak, európai országnak tekintsük magunkat. A második egy olyan nemzeti kulturális megújulási program, amelyik lehetővé teszi azt, hogy ebben az országban megint lehessen önbecsüléssel élni, megint lehessen emelt fővel élni, és hogy úgy lehessen itt élni, hogy mi azt tudjuk, hogy magyarok vagyunk, és ez jó. What are the differences between the urbanist and the populist, to which to whom you belong, in their thinking about the future? Mi a különbség a városok és a népiesek között, akikhez te magad is tartozol, abban, ahogy a kiutat látnál? Nincs olyan nagy különbség, mint amit a kérdés körüli misztifikációk sejtetnek. Egyetértünk abban, hogy nemzeti demokráciát akarunk. Egyetértünk abban, hogy a határokon túl élő kisebbségek sorsa a mi felelősségünk, és nem nézhetjük szó nélkül, hogy ők szinte végső életveszélyben élnek néhány szomszédos államban. Mindebben megegyezünk. A viták egyrészt taktikai viták, másrészt pedig a fontossági sorrend körül zajlanak. Mi az első lépés, mi a második lépés, mi a legégetőbb lépés? Ezek körül a kérdések körül zajlanak csak viták, de ez a válság, amiben most élünk, az én meglátásom szerint ezeket a vitákat is meg fogja szüntetni, mert lassan ma-holnap nem lesz olyan ügyünk, ami ráér, ami tűrhalasztást. Minden sürgős, minden első. Olyan megoldásra kell törekedni, amelyik minden problémánkra egy generális megoldást tud adni, tehát a kibontakozási programoknak össze kell találkozniuk egy nemzeti reformmozgalomban. Ezt várom és remélem. Here in Budapest one feels there's a fair degree of tolerance towards independent culture or dissent. Is it so also in the provinces? You come from the provinces. How is the situation outside Budapest? Budapesten úgy tűnik, hogy van egy elég nagy tolerancia általában a másik gondolkodók iránt. Hogy látod ezt a helyzetet, tehát az ellenzék iránt, hogy látod ezt a helyzetet vidékkel? Igen, valóban van egy bizonyos tolerancia a személyes fellépések iránt. A csoportos fellépések iránt sokkal kisebb a tolerancia, és ha az intézményesség igényével lép fel egy független gondolat, az ez idáig elutasítással találkozott csak. Ezt csak arra mondom, hogy Budapesten sem partalan a tolerancia. Vidéken sokkal kisebbek a próbatételek is. Az ország értelmiségének 90%-a Budapesten él, a másként gondolkodóknak a 99, majdnem 100%-a Budapesten él. Vidéken ez vagy nehezebben vállalható, vagy nehezebben terem meg ez a gondolat, vagy kisebb intenzitású. De én a magam részéről nem tapasztalok üldözést, nem tapasztalok zaklatásokat. Az kétségtelen, hogy az ország jó néhány megyéjében nem kívánatos személy vagyok, nem láthatnak vendégül, nem tarthatok előadást, nem szerepelhetek nyilvánosan. How important is for you the question of the Hungarian minority in Transylvania? Mennyire fontos számodra az romániai vagy a kisebbségnek a kérdése? Egy nemzet önbecsüléséhez hozzátartozik az,
hogy a nemzetéhez tartozó, bárha határokkal leválasztott népcsoportok ügyét a szívén viselje. Ennélkül nincs nemzeti önbecsülés. Mi rossz helyzetben vagyunk, ők végveszélyben vannak, ezt a különbséget mindig kell látnunk, amikor gondolkozunk. Have you been to Romania? Have you been to Transylvania? Voltál már Romániában, volt már Erdélyben? Igen, voltam. And what were your impressions? Did you feel that the Hungarian people there had the means of expressing their culture? And how did you feel that, what kind of connection is there between the Hungarians from Transylvania and the Hungarians from Hungary? Folyamatosan romló helyzetben vannak. Az iskolákat egymás után zárják be.